Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert. Méghozzá folytassuk az irodánknak a rendbetételét, és most két kisebb helyiséget fogunk, majd meglátjátok, hogy melyik helyet. Méghozzá fönt, felső részen az egyik, az biztos, hogy... Ó! Köszönöm a követést! Réka Szabó! Ó! Az igen. Na, már így egyből, ahogy elkezdem a játékot egyből, Réka Szabó feliratkozott rá. Nagyon szépen köszönöm! Na nézzük. Á, itt van a kutyuska. Mint hogyha egy kicsit megnőtt a fű, nem? Vagy csak én látom, túl zöld lett itt a... Érdekes. Ezt még így nem láttam. Nézzük csak meg, hogyha ezt most így leveszem. Aha, ez érdekes. Ilyet még úgyse láttam, szóval ez egy jó megoldás a tisztításra. Vagy jövel? Hát ez milyen jó. Ilyet tisztítási formát még nem is láttam. Valaki lenyírta a füvet, nem? Még rosszul láttam. Szerintem ennek hosszabb volt a fű. Érdekes, itt kettő ilyet. Na mindegy. Szerintem itt inkább dús legelő volt. Inkább ilyen hosszúság. Fura. Na mindegy. Jó kezdés. Ó, bocsi! Menjünk föl. Ez miért áll így ez az ajtó? Szerintem egy újat veszünk. Mit szoktunk hozzá? Egy újat, egy vadi újat. Mert elég érdekesen állt. Vébár. Na nézzük. Szerintem lehet még ilyen, hogy kibe mászkáljon, ilyen szerintem. Tudom, hogy küldtél ide, hogyha a szobája van, akkor legyen ilyen. Bükfa. Bükfa. Kelet. Ó, ez jó. Fogantyú az miért? Na hát ez sem olyan értem. Na mindegy, fura. Jó. Aha. Szerintem egy
kicsit mélyebb kellett volna raknom. Na nézzük csak meg. Nem áll, hogy azt akarjátok mondani, hogy nem tudom. Jaj, de jó. De miért nem tudom kiverni? Na jó. Hűha. Jó. Lehet, hogy az előző jobb volt. De miért nem tudom kiütni, hogyha rosszul rakom, akkor... Na mindegy, ez egy úgy látszik, hogy egy érdekes dolog. Na jó, így lesz és kész. Érdekes dolgok vannak most így. Ha. Ez a hálószoba, amit megcsináltunk. Itt lesz egy ilyen előszoba. Szerintem ezt így megszüntetem, és itt lesz egy fürdőszoba. Először csináljuk meg a fürdőszobát. Na. Jó. Nézzük, mik vannak. Szerintem ez jó lehet. Jó, és akkor falként nézzük meg, hogy milyen csempék vannak. Ilyen dropos kellene. Nem, hát ilyen bézses, de mégsem. Ez mondjuk jó. Aha, ez jó. Nem, 4, 5, 6. Remélem elegendő lesz. Ez olyan jó, hogy nem csak innen, hanem onnan is meg lehet közelíteni a bejárást.
De az a fű, az fura. Szóval... Na mindegy. Lehet, hogy ez ilyen frissítés volt. Azok szokták mindig így elrontani így a füvet kint. És attól félek, hogyha rendbe teszem a kertet, akkor a fű az mindent... hogy is mondjam, eláraszt. Még a medencéket is. Na mindegy. Ez egy jó nagy ablak. Elválik. Szerintem még ez, hát nem fog. Jaj, de jó. Még kettő kell. Sőt, jó, oké, hát akkor még egyet. Majdnem összejött a dolog. Ezt jól kiszámoltuk. Na és hát a zuhanyzónak itt kellene, hogy legyen. Nézzük meg. Először is. Kiépítése. Egyéb. Összeszerelés az inkább. Semmiféle. Na. Fürdőszoba. Mi van a... Yeah.
Szerintem egy ilyen bőven jó. Nem kell semmilyen extra. Pont jó így. Igen. Szerintem ide egy dupla egymás melletti mosdó. Na nézzük a mosdókat. Ez túl nagy, kicsi kell. Alap, nyírfa. Fehér inkább, fehér. Hűha, de beremegett. De kutyus, te nagyon rossz helyen vagy, hallod-e? Na jó. Oké, akkor próbáljuk meg ezt. Gyere ide egy kicsit. Hát... Hát egy kicsit kilóg, de semmi gond. Majd, hogyha nem tetszik nekik, akkor majd egy vizessel átteszik. Subidubidum. Legalább félig meddig kinéznek majd. Az ablakon. És akkor lesz tükör, tükör. Tükör. Thank you.
Ez jó nagy lehet. Szerintem legyen egy ilyen. Ez így jó. Ez így jó lesz. Most gondolkozok, hogy itt mi legyen. Megnézem, hogy kiépítéseknél lehet-e fürdőkád. Aha. Ez így jó is. Kis fürdőkán lesz, nem nagy. Szerintem ez... Hát ez nem tudom, hogy nagy lesz, vagy kicsi. Ez így jó lesz. Tökéletes. Na, meg is van. Kád. És akkor ide kellene egy... Ja, ment inni a szobájába. Az jó, hogy csináltam egy ilyen ajtónyitogatós kutyaajtót, mert akkor bármikor be tud inni, menni inni. Nem kell nyitva maradni az ajtónak, ja. Na nézzük, kiépítések, fűtés. Először is kell. Ez kell. Ez kell nekem. Ide lesz a szállító. Ez megvan. Itt van üres. Szerintem törölköző. Kettfogok, dekorációk. Nézzük csak meg. Fekete. Jó. Ez is jó. Csak ugye még egy valamit elfelejtettem, ugye? Kapcsoló. Kapcsoló.
kapcsolok, hát ez durva lenne. Ez jó. Szerintem ezt így ide rakom. Jó, hogy ennek ilyen gyenge a... hát ezt le egyből le kell cserélni, ez nem jó. Valami jót, valami éles világítás. Azt már tudom is, hogy melyik lesz. Tudom, hogy sok van még minden, de ez a legélesebb. Benvilágító mind közül, és kettőt helyezek el. Ez már mindjárt más. Ez már nagyon menő. Na, akkor WC. WC-t építsünk. Ja. Jó lesz. Nem. Még egy WC kell. Két WC jó, mindegy. Se. Na nézzük akkor. Jobb, ha van dupla WC, ha mondjuk... ha valaki fél egyedül. Na nézzük. Fehér. Minden fehér. Most direkt vagy útban, most így. Direkt lehevedett. Gyere csak ide! Aha. Gyorsan elhelyeztem. Kis kucsuli-mucsuli. Dupla WC, dupla jó! Király. Jó. És akkor legyen. Dekoráció. Kiegészítők, fürdőszoba. Jaj,
Jaj, de jó! Na, ezt muszáj. Ha rá tudnám rakni, nem tudom. Jó, oké. Hát akkor ide rakom. De haláli. Hát ezt muszáj volt megvennem. Ezt a szappantartót, mert nagyon menő. Na, a másik. Ez így lesz, jó. Jó, van két vécé. Aha. Bolyószőnyeg, fehér bolyószőnyeg. Ez jó. Tökéletes. Jó. Már csak a két ajtó kell. Fogantyúk, az lehet fekete, részletek. Keret. Jó. Oké, akkor kettő ilyen lesz. És vagyunk. Ez egy elegáns, két fős fürdőszoba. Jó, ez a két vécé így egymás mellett. Na jó. Itt, itt is kettő lámpa kell, szükséges. Méghozzá ez. Ez nekem annyira bejött, hogy, hogy csak na. Tesszük. Ó, nagyon menő. Ő padló. Ő ugyanaz a parketta.
rész lesz, mert az bejött, az legyen egységes. Ugye már? Ez megvan. Majd csak mit is akarok még itt. Aha. Mindenképpen. Hát nem festenék. Hanem. Festék? Díszlécek? Nem díszlécek. Tapéták. Nem tapéták. Falpanelek. Igen, ezt akartam. Szerintem ez jó lesz így. Igen, ez jó lesz. Legyen díszes. Hajrá! Legyen egy elegáncia, ugye? Szerintem itt a maradék díszlécet le fogunk szedni. Hát úgyis ajtó lesz, szóval... Ajtó... Szerintem ez jó lesz. Jó ez a üveg, hogy belátni. Na, akkor nézzük meg, hogy mivel tudjuk itt, ugye azt gondoltam, hogy sima szekrényeket fogok elhelyezni. Gardrobszerűen. Jó, ha úgy van. Na, nézzük. Nézzük meg, hogy mennyire lehet így. Fém az fehér, üveg az. Nézzük csak meg. Nem tudjuk, csak egyenesen. Jó, akkor ilyen sarok gardróbot nem.
Hát legalább ezt is tudjuk, ugyebár. Vagy... Talán egy ilyen? Nézzük meg azért, mert nagyon kíváncsi vagyok így. Nem, ez... Nem, ez csak egyenes. Jó, oké. Két oldalt lesznek akkor. Kérlek, ezt is tudjuk. Súbidúbidú. Aha, kicsit szűk lesz, de jó lesz így. Nézzük csak meg. Aha. Jó, ezt már nem fogjuk. Jó. Orban vagy megint kutyuskám. Hát, mi nem mész aludni? Sűka jó lenne. Jó. Tökéletes. Úgy is jobb. És akkor még egy garróbb szekrényt. Szerintem kettő ilyet. Nem, ez elég bőven. És nézzük meg, hogy vannak-e olyanok, hogy puff. Ez így jó lehet. Fehér. Vagy lehetne. Ez jó lesz. Jó, nézzük csak meg. Nézd már, hogy ugrál. Azt a minden. Csak az a baj, hogy ez így útban lesz. Nem rakok oda. Semmit, hogy legalább legyen valami helyem. Nem lesz ülőhely, de itt egy gardrób rész van. Ide még rakok egy növényt. Ez szerintem így ennyi. Bőven jó lesz. Növények nagy. Szerintem ez így jó.
csak meg. Jó. Meg is vagyunk. Sőt, ide egy ilyen kis culi. Hát, vagy lehet, hogy ezt így. Ó, jó lesz. Tudom, ez egy kicsit nagy, de tökéletes. Nem kell ide semmi szőnyeg. Nem, nem. Itt még lehetne egy kép, mondjuk. Valamilyen festmény. Egy ilyen. Aha. Tökéletes. Jó. Megvan. Na, hát szóval ennyi lett. Így ez a videó. És akkor a következő ez a rész lesz. A fürdőszoba rész. És tulajdonképpen még mi maradt ki? Tulajdonképpen ez a nagy rész. Ez a hálószoba. Gardrób. És a fürdőszoba. Ilyen amerikás. Tervezem. Na, de most szerintem menjünk is. Kutyus! Whee! Fuss utána! Már fut is. Na, becsuktam. Na, úgyhogy ennyi lett volna így ez a House Flipper, úgyhogy remélem tetszett nektek, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!